Új lendülettel vág neki 2024-nek az Unihámoto Team. A 14 éves múltra visszatekintő csapat abban bízik, hogy a szimulációs és egyéb programok beindításával is sikerül Győrre irányítani a figyelmet. Olyan programokról kell gondolkodnunk együtt, ami a motorsportot egy kicsit kibővíti, hiszen a motorsport az egy kétkerekű közlekedési eszköz, és ha ezt visszamutatjuk az úgymond közutakra, akkor az egyik legfontosabb közlekedési eszközünk már manapság is, hisz ugye a tömegközlekedés és a közlekedés fejlesztése az lehetővé tette, és meg is követeli azt, hogy kétkerekű közlekedő eszközöket használjunk, hisz a városaink útjait nem tudjuk szélesíteni, és itt van nagyon sok olyan lehetőség, amiben tudunk együtt dolgozni majd. A Széchenyi István Egyetemi Járműipari Kutatóközpontjának igazgatója elmondta, az intézmény motorsport tekintetében is szeretne meghatározó szerepet betölteni Európában. A fiataloknak, hallgatóinknak képzési programon belül külön laboratóriumokat épített, így a Szenergy, Szenergy és az ART csapatok külön-külön olyan laborokban tartatják meg gyülekezőiket, ott tervezhetnek, ott építetik meg a járműveiket, ahol gyakorlatilag az oktatók is engedélykéréssel mehetnek be, természetesen mi mindig nyitottan állunk, mi mentoráljuk ezeket a csapatokat. Szabó Henrik, a Humda ZRT stratégiai igazgatója kiemelte, a Magyar Mobilitás Fejlesztési Ügynökségnek az lesz a szerepe, hogy megteremtse az előrelépéshez szükséges szakmai hátteret és mecenatúrát. Kovács Bálint, a csapat versenyzője arról beszélt, hogy már nagyon várja a szezont, és bízik abban, hogy társaival együtt segíteni tudják egymás munkáját. Én örülök annak, hogy kibővültünk, nagyon jó srácok, mind Kevin, mind Soma is, nyilván azt nem kell bemutatni, hogy mennyire tehetségesek, úgyhogy ilyen tekintetben is várom a szezont, valamint az, hogy a 2023-ban említett bajnokságokban megszavazták nekem továbbra is a bizalmat, és ugyanúgy folytatom a szereplésemet a német bajnokságban és az Endurance világbajnokságon is. Mindkét új fiatal gyorsasági motorversenyző komoly nemzetközi tapasztalatokkal rendelkezik, képességeiket pedig az új csapatban is szeretnék bizonyítani. Saját magammal szemben nyilván a még radikálisabb, még nagyobb fejlődés a cél, illetve remélhetőleg mind a két sorozatban egy top 10 vagy egy top 5, top 3 esetleg. Ez számomra egy kisebb-nagyobb elvárás, egy kisebb-nagyobb célkitűzés. Ez az első év igazából, hogy magyar csapatnál versenyzem, valamiszer magyar kooperációban. Sokat fárok tőle, hisz közös nyelv, közös ismerősök, haverok vagyunk igazából. Egymással nyilván a Bálinttal viszonylag valószínűleg szorosabb lesz, mivel egy helyen fogunk tanulni, egy helyen fogunk versenyezni, úgyhogy igazából adatlangosztás, tehát tapasztalatlangosztás és egyéb dolgot várok az egész kooperációtól. Mint elhangzott, a partnerek fontosnak tartják azt is, hogy a versenyzők az aktív sportolói időszak után megfelelő elméleti és gyakorlati tudásuk révén a következő generációt is segíteni tudják.